Köszöntöm nézőinket, ez a Gyula TV híradója. Lássuk röviden mai híreinket. 25 mesterséget oktatnak. 450 résztvevővel zajlik a népművészeti tábor Békés Csabán. Frissülnek a garantált programok. Már péntek délutánra is kínálnak érdekességeket a Gyulai Várban. Balatoni képek Gyulaváriban. Szerdán nyitották meg a József Dezső alkotókör új kiállítását. Többek között a kosárfonás, a szíjgyártás, valamint a hímzés rejtelmeibe engedt betekintést a 35. alkalommal életre hívott nyári népművészeti tábor. Az 5 hetes programsorozaton 32 csoport működik, és 25 népi kismesterséget érintenek a közel 450 résztvevővel. Ez a nap híre. Július első hetében kezdődött a Békésvár megyei Népművészeti Egyesület 35. nyári népművészeti tábora. A Békés Csabai 5 hetes programsorozaton a résztvevők megismerkedhetnek a magyar népművészet szerteágazó területeivel, emellett gyakorlati jártasságot is szerezhetnek azokban. A kosárfonás esetében az 5 nap alatt a résztvevők ízelítőt kapnak a paraszti kaskötés és kosárfonás hagyományos és modern formavilágából, a fűzvesző gyakorlatias és sokrétű felhasználásáról. 5 nap alatt készülnek többek között tároló és kínáló kosarak, tálcák, valamint kisebb bevásárló kosarak. Nem túl egyszerű elsajátítani, tehát sok türelmet igényel, jó monotónia tűrést, és fontos, hogy kötött lépéssorokat a tanulók úgy megjegyezzenek, hogy utána tudják azt alkalmazni. Illetve fizikálisan is könnyűnek tűnik, de amikor valaki egész nap dolgozik, akkor érzi, hogy az ujjainak a határa, hogy mit jelentenek. A szígyártó nyerge szakképző tanfolyam résztvevői az 5 nap alatt folytatják a mesterséggel kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismereteik bővítését. Szerdán többek között az istrángot, a hámot, illetve a szügyelőt a hámfával összekötő szíjat készítették a résztvevők. 2 éves a képzés, első évben egy szíjazatokat készítünk, ahogy a tanfolyam neve is az, hogy szígyártó kötőjel nyerges. A első évben szíjazatokat készítünk, második évben nyerget, tehát egy lovagló nyerget elkészítünk, és azon keresztül több egyéb nyerget is el tudnak készíteni. A 20. Dílaföldi gyermek és 12. ifjúsági népművészeti táborban a fiatalok különböző, egyszerű népi mesterségeket tanulnak. Szerdán többek között gyöngyöt fűztek, bőröztek. Egy római malmot készítettek egy bőrszütyőbe, ami egyben tartóként is funkcionál. Emellett tálat, tücsökhivogatót készítettek, valamint agyagoztak. A gyökereikhez így vissza tudnak nyúlni, olyan tárgyakkal találkoznak, amivel a mai világban már ritkábban, tehát az összes olyan anyagot elővesszük, ami természetes anyag, gyűjtjük a hozzá, ők hoznak például kavicsot, gyűjtenek hozzá botokat, akkor én szoktam ugye csuhét, kukoricát használunk, tehát olyan dolgokkal, amivel az életben nem találkoznak mostanában, hiszen rengeteg műanyagtárgy veszi őket körül, és így megtanulják ezeknek az alapjait, és később felnőttként visszajöhetnek a táborba. A tábor segítőn például ő majd egy felnőtt táborba visszajön később. A szakképző tanfolyam másodéves hallgatói az 5 nap alatt folytatják a hímzéssel kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismereteik bővítését. Megismerkednek a felvidéki, palóc, matyó, galgamenti és gömöri hímzések néprajzával, öltés technikájával. Ez egy nagyon-nagyon kedves elfoglaltság számomra, és igazából úgy kerültem ide, hogy szabadidős tevékenységként csak úgy eljöttem a táborba, és aztán később felmerült az, hogy különböző technikákat, ahogy tanultuk, nagyon hiányzott, hogy nem kapok új információkat, és ezért beiratkoztam a képzésre is. Az 5 hetes programsorozaton mintegy 32 csoport működik, valamint 20-25 szakmát érintenek. Ez idő alatt közel 450-en vesznek részt a képzéseken. Ezek az emberek ugye többségében Békés megyéből érkeznek, olyan körülbelül a fele. A másik fele, tehát több mint 200 ember, az pedig része Magyarország valamennyi megyéjéből, Somogy megyét kivéve, mert ebből az egy megyéből sajnos nincs jelentkezőnk, de a környező országokból is fogadunk, tehát a határon túli magyar kézműveseket is fogadjuk. Szlovákiából vannak vendégeink, Vajdaságból, Erdélyből, Ausztriából, és van vendégünk Németországból is. A második héten többek között bútorfestő, fazekas, kályhás, valamint nemezkészítő kurzusokon lehet részt venni.
Változnak a Gyulai Vár garantált programjai, összességében több szolgáltatást nyújtanak a vendégeknek. A nyáron már péntek délutánra is kínálnak garantáltan megvalósuló eseményt. Rendszeresek a solymász bemutatók a Gyulai Várban. Az országban egyedülálló módon, szezontól függetlenül minden szombaton megismerhetik a látogatók ezeket a madarakat. Egy ilyen solymász bemutató általában 4 részből áll. Először is tartunk egy igen részletes előadást a solymászatról. Utána szabadon engedjük a madarainkat, megmutatjuk, hogyan lehet velük dolgozni. Ők ilyenkor közönség feje fölött repkednek. Műzsákmányolásokat is bemutatunk, és a legvégén a közönség közül is bárki kipróbálhatja a madarak kesztyűre hívását, akár a torony tetejéről ide az udvar közepére saját kézre le tudják hívni a madarakat a érdeklődők is. Júliustól megváltoztak a Gyulai Vár garantált programjai. A változás ez esetben bővülést jelent. Az élet hozta így, nem volt tudatos vagy szándékos, hogy a nyári nyitvatartás változással együtt módosulnak a Gyulai Vár garantált programjai is. Természetesen megmaradnak azok a főbb elemek, amelyek eddig is szerepeltek a kínálatban, így tehát a garantált tárlatvezetések naponta 2 alkalommal, illetve a szabaduló szoba is elérhető folyamatosan. A hosszított nyitvatartásnak köszönhetően azonban a szabaduló szoba egyet több alkalommal foglalható, tehát nem csak 13 és 17 óra között, hanem még délután 6 órára is lehet majd július-augusztusban időpontot foglalni a szabaduló szobába. Az igazán nagy újdonságot az jelenti, hogy a városba látogató vendégekhez jobban igazodva a jövőben már péntek délutánra is kínálnak garantáltan megvalósuló rendezvényt, erre a várkertben kerül majd sor. Korábban szinte kizárólag szombatra koncentrálódtak ezek az események, aztán bővültek tovább vasárnapra, és aztán a vár munkatársai úgy érezték, hogy a városba érkező turisták kényelme, kiszolgálása érdekében érdemes lenne már péntek délutánra is valamilyen ajánlattal élni. Nos, a péntek délután az valójában a várkertben zajlik majd. A garantált program az 1849-es szabadságharcot követő fegyverletétel, illetve a honvédtisztek oldalfegyvereinek letételét idézi majd fel a várkertben meghatározó és megtalálható helyszínek bejárása segíti abban a tárlatvezető kollégámat, hogy felidézze az 1849. augusztusi történéseket. A szombati és a vasárnapi programelemek között valamelyest nagyobb szerepet kap a korabeli hadviselés megismerésének a lehetősége. A legnagyobb újdonság azonban az, hogy szabjavívó bemutatókat tartanak majd, amelyek végén az érdeklődők is kipróbálhatják a fegyvereket. Szerda délután nyílt meg a József Dezső alkotókör kiállítása a gyulavári kastélyban. A képek jelentős része a badacsonyi táborban született. Elsősorban a közös májusi balatoni kirándulás ihlette meg a József Dezső alkotókör tagjait, vagy legalábbis többségében ezekből a képekből állítottak össze egy kiállításra valót. A tárlat megnyitóját szerda délután tartották a gyulavári kastélyban, ahova az utóbbi években rendszeresen visszatérnek az egyesület tagjai. Az alkotók számára a Balaton térsége rengeteg témát kínált, ezen a környéken mindenki megtalálhatta a számára kedves természeti vagy éppen épített értéket, melyről úgy gondolhatta, hogy vászonra kívánkozik. Talán azért víz közelbe, a víz, a hegyek, a tükröződések, tehát ez a téma az, ami elsősorban. De szépek a hegyről, a hegyek között is találtunk olyan tájakat, ilyen tájakat, amit érdemes lefesteni, vannak ott ilyen szép nyaralók a környéken. Akkor egész nagy szőlőtáblák, ilyen természetes, régi, őshonos növényekből olyan gyönyörű kis erdőrészletek, és sokat mentünk, csavarogtunk ott, szétnéztünk, és volt eredménye. A badacsonyi tábor nem csak az alkotás szempontjából volt fontos,
Noha a fő cél az volt, hogy az együtt töltött időben mindenki a közös szenvedélynek hódolhasson. A művészetre szánt időben az emberi kapcsolatok is megerősödhettek. Nincsen tanárunk, de egymástól tanulunk. Van köztünk 2-3 ember, aki már gyönyörűen fest, nagyon szépen, nagyon sokat lehet egy-egy ilyen táborba tanulni. Ha csak megnézzük a másik festményét, és valamit látunk rajta, vagy az enyémben látnak valamit, hogy ez nem jó, akkor tényleg elgondolkozik rajta az ember, tényleg itt hiba van, és akkor javítjuk. Nagyon jók ezek a táborok, és összekovácsolja a társaságot főleg. A tárlaton 13 ember 54 munkája látható. A kiállítás egy hónapon át látogatható a gyulavári kastélyban, de az alkotókör tagjaira még ezen a nyáron is számos elfoglaltság vár. A város több pontján feltűnnek majd munkáikkal. A zöld beruházások és az iparfejlesztés kerülhet a fókuszba Gyulán a következő 5 évben. Rövid hírek következnek. Az elmúlt 5 évben végzett munka, a munka eredményei hozták meg a győzelmet, ami győzelem a negatív propaganda felett is, mondta Görgényi Ernő, Gyula újabb 5 évre megválasztott polgármestere a 3 témában. Úgy fogalmazott, a város polgárainak többsége inkább a saját szemének hisz, és az érdekli, milyen munkát végzett a polgármester és a képviselőtestület, a szavazás eredménye pedig biztatás számukra, mely erőt ad a jövőhöz. A polgármester arra is felhívta a figyelmet, hogy ő maga Gyulán 1000 szavazattal többet kapott, mint a Fidesz-KDNP EU-s listája. Ez pedig azt jelzi számára, hogy érdemes a továbbiakban is az eddig bevált lokálpatrióta politizálást folytatni, mert ebben a városban erre van igény. A polgármester mindenkinek a polgármestere. Azt nem lehet pártpolitikai logika mentén megvalósítani ezt a szolgálatot, és a továbbiakban is ebben a szellemben fogok dolgozni. Mindenki ért kívánok dolgozni ebben a városban, függetlenül attól, hogy egyébként mit gondol a világról, milyen nézeteket val, milyen életkorú, vagy éppenséggel mi a foglalkozása, hiszen Gyula mindannyiunké, és mindannyiunknak a gyönyörű városa, Gyula város. Görgényi Ernő elmondta, a következő 5 évben is a városért végzett munka lesz a fókuszban. Ha minden a tervek szerint alakul, az élővíz csatorna rehabilitációja a Halászcsárdától, a pénz és az árak függvényében a Kapus hídig, vagy akár a Rabbi házig is megvalósulhat. A 44-es bevezető szakaszánál és az elkerülő út mellett egy olyan ipari területet szeretnének kialakítani, mely újabb munkahelyeket teremthet. A polgármester elmondta, rendszeresek a megkeresések új cégek részéről, de már az elején megvizsgálják, hogy a város profiljába illeszkednek-e, így már több jelentkező érdeklődését is elhárították. A szeretet gyógyít, felemel, támogat. Ezzel szolgálhatunk lelkesen másokat. A karácsonyi iskola diákja, Kis Dominika, Aranyosi Ervin a Szeretet gyógyít című versét adta elő a Gyulai Egészségügyi Alapellátási Intézmény keddesti Semmelweis napi ünnepségén. Ritkán adódik meg a közös ünneplés és eszmecsere lehetősége öröme. Az egészségügy ugyan segítő szakma, időnként viszont a benne dolgozóknak is jól esik a segítség, ezt pedig sokszor saját pályatársaiktól kaphatják meg, mondta Ködmön Zsolt. Az intézmény vezetője úgy vélekedett, a jövőben egyre inkább felértékelődik majd az alapellátás szerepe. A folyamatos változás minden esetre már évek óta az életük része. Azok az egészségügy hősei, akik a legnehezebb pillanatokban is képesek mosolyt csalni a betegek arcára, mondta Kis Szabolcs önkormányzati képviselő, aki az alapellátási intézmény munkatársainak felelősségéről és helytállásáról is beszélt. Az eseményen 3-an vehettek át Libor János díjat. Elsőként az 1975 óta Gyulán praktizáló fogorvost Fábián Mihályt szólították. A Gyula TV-nek humorosan azt mondta, az elmúlt fél évszázadból leginkább a fiatalságára emlékszik szívesen. Borsiné Gergely Judit 2004 óta dolgozik az alapellátásban, előtte a kórházban tevékenykedett. Harmadikként Varga Tíme a védőnő kapta meg az elismerést. A programot a Művészeti Iskola 2 növendéke, Szaszák Nikolett és Rádai Zsombor fellépése zárta. Gyere,
Kaposvári Országos Színházi Találkozón a szakmai zsűri a legjobb rendezés díját ítélte oda a Sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház iráni konferencia című előadásának. Gyulán Bocsárdi László rendezésében augusztus 2-án lesz látható az előadás. A találkozón ugyan nem osztottak közönségdíjat, de a legnagyobb közönség sikert valószínűleg a hosszú álló tapsal fogadott szolnoki, a Fösvény című előadás aratta Muzsi Zoltánnal a főszerepben. Ez a produkció a Világirodalmi Klasszikusok Fesztiválján látható majd Gyulán augusztus 7-én. Kaposváron a legjobb színész díját László Csaba nyerte el a Lázadni veletek akartam című előadásban nyújtott alakításáért. A már többszörösen díjazott előadás Magyarországon elsőként Gyulán volt látható 2021-ben. A hétvégén zárult Magyar Színházak kisvárdai találkozójának két kétszeresen díjazott előadása is látható lesz Gyulán. A Kulturális és Innovációs Minisztérium díját a Klasszikus Zenés Színház igényes mai értelmezéséért kifejtett kiemelkedő munkájáért a Nagyváradi Szigligeti Színház társulata a Csárdás királynő című előadással nyerte el. A Szaktárca díját nyerte el a Nemzeti Színház és a Beregszászi Kárpátaljai Megyei Drámai Színház közös produkciójában bemutatott Háztűznéző című előadás, a Gogoli látásmód kortárs kontextusba helyezéséért Vidnyánszky Attila rendezésében. Ez a produkció a Gyulai Várszínház Világirodalmi Klasszikusok Fesztiválján augusztus 9-én lesz látható. 31 kormányablak ügyintéző vehette át bizonyítványát. Lapszemle következik. Kormányablak ügyintézők vették át bizonyítványukat. Újabb 31 kormányablak ügyintéző vehette át bizonyítványát kedden a Békésvár megyei kormányhivatalban. Az oktatás első alkalommal zajlott e-learning, azaz online formában, írta a kormányhivatal weboldala. Új gépek érkeznek a kórházi laborba. Az átállás miatt növekedhet a várakozási idő, közölte az Orvoscafé. Az Orosházi Kórház laboratóriumába július első két hetében két kémiai automatát, két immunkémiai automatát és egy nagy hatékonyságú folyadékkromatográfiás automatát telepítenek. Középpontban a teremtésvédelem. Második alkalommal szerveztek teremtésvédelmi nyári egyetemet Esztergomban, írta a Magyar Kurír. Az előadások mellett az idő nagy részében csoportos beszélgetések, műhelygyakorlatok, terepi és lelki élmények várták a résztvevőket. Három rendezvénypajtát építenek. A Veselényi és az Erkeltónál, valamint a Paradicsomi játszótéren egy 75 négyzetméter alapterületű, cserépfedéssel ellátott, egyik oldaláról téglafallal zárt rendezvénypajtát szeretnének építeni, írt a közösségi oldalán Kónya István alpolgármester. A cél, hogy az itt megvalósuló kisebb-nagyobb rendezvényekhez biztosítsanak fedett területet. Egyre erősödik a felmelegedés, a hétvégén újra kánikulában lesz részünk. Csapadék nem valószínű. Pénteken a napsütés lesz a meghatározó, legfeljebb futózápor fordulhat elő. Éjszaka 15 fokot, a kora délutáni órákban 31 fokot mérhetünk. Szombaton is sok napsütésre és csapadékmentes időre számíthatunk, olykor megerősödik a szél. A hőmérséklet pedig 16 és 33 fok között változik. Lássuk még egyszer mai híreinket. 25 mesterséget oktatnak. 450 résztvevővel zajlik a Népművészeti Tábor Békés Csabán. Frissülnek a garantált programok. Már péntek délutánra is kínálnak érdekességeket a Gyulai Várban. Balatoni képek Gyulaváriban. Szerdán nyitották meg a József Dezső Alkotókör új kiállítását. A Gyula TV híradóját látták. Most a népi mesterségek következik Anda Árpádné hímzett táska készítővel. Kövessék híreinket, videóinkat a közösségi oldalakon és a gyulatelevízió.hu-n. Köszönjük figyelmüket, a viszontlátásra!